csatornán általában olyan tartalmak vannak, vagy voltak, amik... Az anyádat! Hey! Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és őszintén szólva elég sokat gondolkoztam el azon, hogy hogyan is kellene ezt a laptopot felvezetni, ugyanis a csatornán leginkább olyan tartalmakat láthattok, amik a gamer szekcióval kapcsolatosak, de gamer fejhallgató, gamer periféria, gamer számítógép, gamer laptop, bármi, ami igazából gamer, viszont ő nem igazán a gamer, illetve nem csak a gamer szekciót próbál megcélozni, hanem az olyan embereket is, akik mondjuk az üzleti életből jöttek, akik mondjuk iskolába járnak, akik szeretnek rajzolni, akik nagyon sokat utaznak, és hát bizony olyan embereket is, akik hát szeretnek mondjuk filmeket nézni, mert hogy ennek a laptopnak olyan brutál kinézete van, és olyan brutál kijelzője, hogy azt el nem tudom nektek mondani. Én még laptopnál egyébként megmondom őszintén, nem láttam ilyet. Ennek egy OLED kijelzője van egyébként, de erről majd egy kicsit bővebben nem sokára fogok mesélni. Úgyhogy nagy vonalakban, így a használat után azt mondom, hogy wow, menjünk bele, és megmutatom nektek, hogy mit tud az Asusnak a ZenBook Flip 13-ja. Hát a 12-höz képest brutál nagy változás van, és nem mellesleg nagyon-nagyon jó irányba, úgyhogy lássuk meg, tartsatok velem! Pár dolgot kiemelnék az Asus ZenBook Flip 13-mal kapcsolatban. Az egyik az például a színe. Ez egy Pine Grey nevezetű szín, magyarul fenyőszürkét jelent. Iszonyat durván néz ki ezzel a fémházzal, illetve látszanak rajta a szálak. Nagyon-nagyon szép, tök jó kis ilyen szolíd, klasszik, bizniszes mintája van. Nagyon-nagyon szeretem. Az operációs rendszer egy Windows 11 64 bites. A kijelző típusa 13,3 colos. Full HD és OLED, igen, OLED kijelző, erről majd fogunk beszélni, illetve érintő kijelzős, valamint flippes, a flipről is még külön fogunk beszélni, hogy ez hogyan is néz ki, illetve mit is tud. A kijelző felbontása a szokásos 1920x1080-as, a processzorunk egy Intel i7-1165G7-es, 2800 GHz-től 4700 GHz-ig, a memória méretünk az egy DDR4-es 16 GB-os 3733 MHz-es memória. Brutál, nagyon-nagyon sokat segít egyébként a Windowsnak a felbutolásába, baromi gyors egyébként. A háttértárolónk egy 512-es SSD, nyilvánvalóan, hogyha valakinek nem elég ez a mennyiség, ami egyébként első körben szerintem nem kevés, akkor egy külső Winchesterrel még bőven-bőven hozzá tudtok tenni. A VGA típusa egy Iris Xe Graphics, ez egy Intel videókártya. Van benne egy webkamera, ez egy 720p-s webkamera, van ugye Wi-Fi-nk, van Bluetooth-unk, egy 5.0-as, egy darab USB portunk van, illetve két darab USB-C Thunderbolt portunk. Az aksia nagyon fontos, egy 4 cellás Lion akkumulátor, akár 22 órás üzemidővel. Na most én megnéztem, körülbelül a 22 órát azt én nem mondanám egyébként, de egy 14-15-16-ot ki lehet belőle sajtolni, ami egyébként szintén nem olyan rossz, maradjunk annyiban. A billentyűzetünk egy magyar háttérvilágítású billentyűzet, egyébként fehéren világít. A mérete nagyon fontos és érdekes, hát 305x211 mm, tehát azt jelenti, hogy 30,5 cm x 21,1 cm, 13,9 mm vastagsággal, tehát 1,3 cm vastag, és a súlya, most kapaszkodjatok, 1,07 kg. Az nagyon durva. Van hozzá háztól-házig szokásos garancia, 3 év, úgyhogy hát nem rossz. Maradjuk annyira, hogy nem rossz. Most, hogy beszéltünk már a laptopnak a belsejéről, akkor nem állt egy kicsit a külsejét is gorcsi alá venni. Beszéltünk a flipről. Na most a flip az tulajdonképpen abból áll, hogy hip-hop, flip-flop, megfogod a laptopot, és tulajdonképpen 360 fokkal a képernyőjét el tudod forgatni, és össze tudod csukni. Ezáltal egy tableted lett gyakorlatilag a laptopból. Ugye itt van a billentyűzet része, itt pedig a képernyő része, nem törtem el, egyszerűen csak nyilvánvalóan átforgattam. Na most az ergonómiájával kapcsolatban annyi, hogy ha jobban megfigyelitek, akkor a laptopnak van egy ilyen lefele iránya, tehát folyamatosan vékonyodik. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ugye vannak csatlakozóink, amik hát valahogy bele kell kerüljenek a laptopba, és hogyha folyamatosan ilyen vékonyan vinnénk végig a laptopot, akkor ez nem tudna megvalósulni, hiszen a HDMI kábelnek, illetve az USB csatlakozónak is ugye fix mérete van, ergo hát azt valahogy bele kell nyomorítani a
laptopba, úgyhogy nagyon okosan kitalálták, hogy szépen vastagságról indulva folyamatos vékonyodással bele tudják helyezni mind a HDMI-t, és mind pedig az USB csatlakozónkat. Oldalt található itt még egy bekapcsoló gomb, illetve a másik oldalon van nekünk két darab USB-C-nk, amiről már beszéltünk, illetve mi hiányzik, kifigyelt, várok egy picit, a jack. Na most akkor jöhet a kérdés, hogy hogyan is fogjuk akkor még bedugni a fejhallgatónkat, hogyha esetleg mondjuk nem USB-s fejhallgatónk van, hanem jackes. Baromi egyszerűen, kapsz hozzá egy USB-C-s átalakítót, aminek ugye az egyik vége USB-C, a másik pedig egy jack, tehát magyarán beledugod a fejhallgatódat, szépen behelyezed az USB-C helyre, és lássad át, már is felismerte. Többen mondták, hogy ha tudom, miért nincsen rajta jack dugó, én tulajdonképpen nem mondanám, hogy ez különösebben probléma, hiszen bőven-bőven meg tudjuk oldani. Nem véletlenül van egyébként két darab USB-C-s csatlakozónk is. Hogyha mondjuk egy külső Winchester-t is rá akarsz még pluszba kötni, akkor sincsen semmi gond, tehát nem kell választanod, hogy te most zenét akarsz hallgatni, vagy esetleg egy külső Winchester-t, vagy bármit akarsz használni, működik mind a kettő. Úgyhogy szerintem ez egy abszolút pozitív dolog. Ha már egyébként hangról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni a hangszórókat. A 12-höz képest egyébként baromi nagy előrelépés az a 13. Sajnos nincs itt egy 12-esen, hogy meg tudjam mutatni nektek a kettő közötti különbséget, de higgyétek el, nagyon-nagyon sokat változott, és pozitív irányba. Vannak egyébként az interneten videók azzal kapcsolatban, hogy különböző laptopokkal hasonlítják őket össze, leginkább egyébként az Apple-ökkel szokták, egyébként a MacBook-okkal. Nagyon-nagyon jó. Ugye a MacBook-ok híresek arról, hogy azért nagyon jó hangjuk van, hát ő sem marad el tőle. Egyébként, sőt, azt nem mondanám, hogy jobb a hangzása, de hasonló egyébként, nagyon-nagyon élvezhető, én nagyon-nagyon szeretem, illetve a másik, ami engem még nagyon durván megfogott, az a kijelző. Gyerekek, ez egy OLED kijelző, überbrutál. De tényleg überbrutál. Én megmondom őszintén, valószínűleg egyébként nem fog átjönni a kamerán sajnos, de tényleg én nem is tudom, hogy láttam-e már valamikor laptopot ilyen kijelzővel. Tehát egyszerűen csodálatos. Tehát az a kontraszt, az a képi élesség, amit te kapsz ezzel, azzal, ami überbrutál. Tehát tényleg csak szuperlatívuszokban tudok erről beszélni, mert tényleg gyönyörű. Tehát filmet nézni, vagy bármiféle grafikai dolgokat csinálni rajta, nagyon-nagyon jó választás. Illetve hát a rajz sem egy másodlagos dolog. Ugye van hozzá egy ceruzánk, ami ceruzával tulajdonképpen bármilyen programba ugye tudjátok használni, kompatibilis hozzá, nagyon-nagyon könnyedén lehet. Nem tudom, hogy a ceruzának mekkora egyébként a súlya, de nem nehéz. Tehát pont olyan, mintha egy tollat fognál, nagyon-nagyon jó. És hát pontosan nyilván érzékeli a kijelző, úgyhogy a rajzolásra én adok egy plusz egyet, vagy plusz ötöt, vagy plusz tizet, vagy nem tudom mennyi kell, mert egyszerűen tökéletes. Tényleg, nagyon-nagyon jó. A touchpadunk kapott egy háttérvilágítást, ugye ez on-off gombnyomással tudjátok tulajdonképpen bekikapcsolni a touchpadot. Teljes mértékben világít az egész, nekem ez tetszik. Nem tartom olyan túlságosan szükségesnek, viszont azért valamilyen szinten egy business class laptopról beszélünk, aminél azért nem árt, hogyha ott van a touchpadon, aki használja, használja, aki nem használja. A mikrofonja egyébként elég jó, illetve a kamerája is szintén, ugye 720p-s webkamerája van, ami nem rossz, maradjunk annyiban. Amit egyébként hiányolok róla, de talán mivel van webkameránk, így annyira nem fontos, az az új lenyomatolvasó. Új lenyomatolvasónk nincsen, viszont van webkameránk helyette, amivel tulajdonképpen be tud minket azonosítani, és akár, hogyha már elé nézünk a webkameránk elé, akkor fel tud minket ismerni, és gyakorlatilag beenged minket a Windowsba. A billentyűzetünkről összefoglalásképpen annyit, hogy ugye magyar billentyűzetes, fehér háttérvilágítással, ami egy kicsit egyébként nekem furcsa, azaz itt jobb oldalon látható page up, page down, end, illetve a home gomb. Számomra érthetetlen módon egyébként a nyilaknál is ezt odavitték, tehát gyakorlatilag két darab page upunk és page downunk, valamint endünk és home gombunk van. Ennek egyébként nem jöttem rá a lényegére, de valami biztosan van, hogyha igazából így hozták össze. Összességében nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a laptopról, remélem, hogy tetszett nektek. Ha pontszámot kellene mondanom, akkor az az igazság, hogy azért nem szeretnék, mert általában a gamer laptopokat szoktuk pontozni, viszont
ami meg mégis bennem van, hogy valamilyen szinten azért szeretném átadni azt, hogy ez tényleg milyen minőség, úgyhogy én erre egy 9-es bőven adok. Nem is adtunk még egyébként 9-es laptopra, ha jól emlékszem. Szóval az a megjelenés, az a kijelző, maga az egésznek a dizájnja, az összeállítása, az anyaghasználata kiváló. Tényleg. Nagyon-nagyon jó laptop, úgyhogy engem abszolút meggyőzött, illetve meglepett ez a ZenBook 13-as. Mondom, a 12-höz kapcsolódóan csak annyit, hogy hát hihetetlenül sok minden előrelépés van benne, úgyhogy én azt mondom, hogy megéri az árát. Egyébként ezt is csak zárójelben mondom, hogy a Foramaxnál most 100.000 forinttal le van akciózva. Úgyhogy ha érdekel valakit a linkjá, akkor nézzétek meg. Én azt gondolom, hogy annyiért ez bőven jó, amennyiért ott van kint. Csekkoljátok le, hogyha valakit érdekel. Remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy át tudtam adni minden információt, és mindenki el tudja dönteni, hogy tetszik vagy nem tetszik. Mindenféleképpen írjátok le a kommentbe, jó? Az nagyon-nagyon fontos, hiszen amikor más valaki nézi ezeket a laptopokat, vagy keresi, vagy bármi, akkor jó látni egyébként másnak a reakcióját és a véleményét is. Úgyhogy pro-kontra érveket nyugodtan hozhattok le, illetve írjatok lefele, illetve még egyszer mondom, jó választás. Jó? Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, hogy nyomtál egy feliratkozást, és nyomtál egy lájkot. Találkozunk a következő videóban. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!